Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most egy otthon elvégezhető kísérletet mutatok nektek. Bár a szükséges eszközök és anyagok az nem biztos, hogy mindenhol előfordul otthon, érdemes egy drogériában vagy gyógyszertárban beszerezni a fő hozzávalót. Ugyanis most nagy viszkozitású folyadékokkal fogunk kísérletezni. Ezt nem lesz más, mint a glicerin. Nézzük meg a további szükséges eszközöket. A glicerint magát egy dunsztos üvegbe fogjuk beletölteni. Hát ez körülbelül egy literes dunsztos üveg. Olyat válasszunk, amiben belefér egy ilyen fél literes PET Ugyanis majd forgatnunk kell ezt a petpalackot ebbe a dunsztos üvegbe. Arra is tessék figyelni, hogy egy ilyen öblös legyen egy picit ez a dunsztos üveg, olyan értelemben, hogy kitámassa, a, legyen egyfajta kerülete itt a, a tehát miközben forgatjuk, ne érje hozzá teljesen a dunsztas üveg belső falához. Szükségünk van ételfestékre, amennyi éppen van, tehát olyan kettő vagy három különböző színre, ugyanannyi szívószára, ahány fajta színünk van, illetve vízre. Ennek igazából csak tömegnövelő szerepe lesz a mostani kísérletben. Na nézzük akkor, hogy hogyan is állítjuk össze a kísérleti berendezést. Először is körülbelül 200 ml glicerint fogunk kitölteni. Ilyen kiszerelésekben is szokták egyébként forgalomba hozni. Jó, tehát körülbelül 200 ml glicerint töltünk Adunk a üvegbe. Lehet látni egyébként, miközben öntöttem is, hogy nagyon ilyen sűrűn folyó, nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a sűrűséggel ezt a fogalmat, de így is szokták használni, hogy sűrűn folyó anyag, ezt hívjuk viszkozitásnak, tehát ami ezt jellemzi, hogy mennyire sűrűn folyik. Például a méz is egy nagyon viszkózus anyag. És ez a glicerin is. A glicerint egyébként azért lehet gyógyszertárba kapni, meg drogériákba, mert krémeknek a készítéséhez is szokták használni, tehát nagyon jól megköti a vizet. Tehát, hogyha bizonyos koncentrációban használjuk, akkor elősegíti a bőrnek a hidratálását, tehát hogy megkösse a víztartalmát, viszont hogyha egy bizonyos mértéknél több glicerint használunk, jutatunk a bőrünkre, akkor viszont kiveszi onnan a vizet, tehát szárít, tehát itt vigyázni kell, hogyha ilyen felhasználásban is gondolkodunk, de a kísérletnél maradva, tehát egy nagyon viszkózus folyadék miatt használjuk ezt a glicerint. Egyáltalán nem mérgező, ugyanis minden olaj és zsír van, minden olajban és zsírban előfordul kötött formában. A szervezetünk is gyakorlatilag az olaj és a zsírban lévő molekulákat glicerire és különböző zsírsavakra bontja le. Éppen emiatt nem mérgező, hiszen fel tudja használni a szervezet. A pet palackot beletesszük a dunsztos üvegbe, és teljesen nyomjuk is bele, látjuk, hogy így viszont fölemelkedik még a palack, hiszen nagyon nagy sűrűsége is van egyébként a glicerinnek, nem csak a viszkozitása nagy. Ez két különböző fogalom. Tehát azért öntünk bele vizet, hogy az átlag sűrűségét megnöveljük ennek a PET palacknak, és így teljesen elmerüljön a glicerinbe. Gyakorlatilag kiszorította most, így a glicerint, és így forgathatóvá vált itt a palackunk ebbe az edénybe. De most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk látványosan bebizonyítani azt, hogy valóban nagyon viszkozus ez az anyag. Ö, először is kevés glicerint töltünk kis poharakba. Ö, például én most ebbe fogom elkészíteni, de hasonlóan készítettem el a többi kettőt is. Nagyon kevés, tehát körülbelül 10 milliliter glicerint töltünk egy pohárba, és egy ételfeset, egy kedvenc színünkkel megszínezzük. A glicerin és a víz nagyon jól, tehát korlátlanul elegyedik egymással, tehát teljesen fel tud oldani, de azért elő kell segítenünk keveréssel. Ennek az az oka, hogy hasonló szerkezete van a víznek és a glicerinnek, tehát teljesen be, be tudnak épülni a víz molekulák hálózatába a glicerin molekulák. Hidrogénkötéssel kapcsolódnak egyébként egymáshoz. Így gyakorlatilag most három különböző színünk van, ezt mindegy ki elkészítheti a ö, otthon rendelkezésre álló ételfestékeiből. Most nézzük meg, hogy mit fogunk csinálni. Először is ö, különböző helyekre juttatunk színes, glicerines adagokat ebbe a dunszas üvegbe lévő glicerinbe. Tehát gyakorlatilag körülbelül de a feléig próbáljuk meg lenyomni a szívószálat, és mivel azért ez nagyon viszkózus anyag, ezért ezt majd elő kell segítenünk, tehát bizonyos nyomást, ugye azért változtatnunk kell, ezt a szánkkal fogjuk megtenni. Tehát egy picit szívjunk fel Ebből a színes glicerines oldatból, kb. 2-3 centiméterre. És ha befogjuk a végét, akkor ugye a levegő nyomása ott tartja, tehát nem engedi kifolyni. Kicsit leszedjük a végét, és itt gyakorlatilag most akkor olyan két újnyi vastagság ott van a szivószában, Ezt beletesszük, nagyon óvatosan a folyadékba, és ott, ha elengedjük, akkor nem nagyon jön ki, bár itt most éppen igen, egy kis pöttyöt, kék pöttyöt hagyunk ott, és kivesszük. Tehát egy ilyen kék pötty, most csinálunk egy zöld pöttyöt, itt is egy, akkor egy ilyen két újnyi magasságban felszívjuk, Bár nem mérgező, de nem finom. Tehát ne tessék teljesen felszívni ezt a glicerinső ételfestéket. Tehát... Próbáljuk meg csak a szívószában tartani. És ugyanúgy, ahogy az előbb, kiengedem. Ha nem jön neki, akkor fújással lehet segíteni neki. De elég csak nekünk ennyi. És végül a piros. Tehát különböző helyekre rakunk gyakorlatilag ö, ételfestékes glicerint. Már az is érdekes, hogy ugye ezt például vízzel nem tudnánk megcsinálni, hiszen azonnal ö, elkeveredne, ez is ugye a viszkozitás miatt van, tehát a, lelassítja gyakorlatilag a diffúziót, nagyon ö, lassú lesz így a részecskéknek a mozgása. Na nézzük akkor, ha most elkezdem tekerni, nézzük meg először a kiindulási állapotot. Három különböző helyre tettem, tehát ezt, ezeket a színes pöttyöket. Kék, zöld és piros színt látunk itt. Most elkezdem tekerni, mondjuk az óramutató járásának megegyező irányba. Nagyon vigyázzunk, hogy tekerés közben nem emel, ne emeljük ki a PET palackot, az a legjobb, hogyha lenyomjuk teljesen, és úgy tekerjük. Ha lass, elég lassan tekerjük, akkor azt veszük észre, hogy elkenődnek ezek az ételfesték. Cseppek. Jó, most álljunk meg, és kezdjük el visszafele tekerni. Gyakorlatilag ilyenkor egymásba lapulnak, azt veszük észre, mintha össze is kevertük volna az egészet, de ha visszafele tekerjük, akkor ez bizony mást mutat, hiszen Látjuk, hogy bár ugyanúgy vannak ilyen elkenődött szakaszok, de nagy részt sikerül visszaállítanunk az eredeti pöttyöket. Itt a tetején természetesen a felszínre kerülve jobban összekeveredik, de alul ugyanúgy visszaálltak azok a színes pöttyök, mint kiinduláskor. Tehát ugyanúgy meg tudjuk különböztetni, hogy ott van a kék, ott van a zöld, és itt a másik oldalon pedig a piros kiindulási pötty. Tehát gyakorlatilag visszaállítottuk az eredeti állapotot. Ennek a magyarázata az, hogyha kellően lassan pörgetjük, vagy forgatjuk itt ezt az edényt, akkor nem alakulnak ki olyan áramlások, amik összekevernék a részecskéket, úgynevezett turbulens áramlások, hanem megmaradunk egy sokkal jobban rendezett mozgásnál, és úgy is elképzelhetjük, hogy ezek a rétegek gyakorlatilag egymásra lapulnak, és amikor másik irányba forgatjuk, akkor ezek a rétegek újra visszaállnak az eredeti helyzetükbe. Tehát nem ö, keverednek össze, mint ahogy látjuk az ételfestéken is. Ö, mindenkinek jó szórakozást és jó kísérletezést kívánok. Sziasztok!